Tihanyban az egyszerű turista ritkán megy fel az Óvári részre. A 214 méter magas Óvári hegyről fantasztikus kilátás nyílik a Balatonra. Az egykori szőlők helyén ma már elvétve találni nagyobb mennyiségben bornakvalót. A külterületi, mezőgazdasági terület az elmúlt 20 évben alaposan megváltozott. Míg az utcafrontról csak az ápolt előkertek és háztetők látszanak, a túloldalról azonban feltűnnek a medencék, amelyeket tűzi víztározó néven futnak. A teniszpálya kinézetű dolgok pedig valójában szénaszárítók. Pedig a Tihanyi félsziget egésze a Balaton felvidéki nemzeti park része, itt jött létre 1952-ben az első tájvédelmi körzet is. A Natura 2000-es területek és védett területek sem jelentenek akadályt, hogy építkezzenek a félszigeten. A nagyon gazdagok világa főleg három utcára korlátozódik, az egymással párhuzamosan futó utcák nyaralói jó eséllyel Budapesten is egymás szomszédságában élnek. A tulajdonosok között vannak bankárok, üzletemberek, orvosok, elvált feleségek, ismert és kevésbé szem előtt lévő emberek. Zsuzsák Balázs futballista, Rogán Gál, Cecília és a Mészáros család is itt pihenhetik a fárasztó munkanapokat. Egy nemrégiben elkészült a területet feldolgozó elemzésből kiderül, a területen burkolt teraszok, medencék, garázsbeállók épültek, és bár hivatalosan mezőgazdasági építmények állnak Óváron, valójában luxus nyaralók. Az, hogy hivatalosan nem lehetne se tó, se medence a területen, úgy látszik keveseket érdekel, pedig az új szabályozási tervezetben még kibővítették az el nem helyezhető vízfelületek körét. Tihany úgy próbálta meg elejét venni az esztelen építkezésnek, hogy 2022. májusában változtatási tilalmat rendelt el a mezőgazdasági területekre. De ez egyrészt nem tart örökké, másrészt kérdés, mennyire van visszatartó ereje. Bár Rogán Gál Ceciliának le kellett fednie a medencéjét, miután a hivatal jelezte, hogy rossz irányba haladnak a dolgok. Ma már a földek több 100 millió forintért cserélnek gazdát, nemrégiben 366 millióért kelt el egy 3172 négyzetméteres gyümölcsösít. 115 ezer forintos négyzetméter ár kirívó, a KSH adatai szerint a gyümölcsösök átlagosan 220 forint per négyzetméter áron kelnek el. Igaz, azokról nincs ilyen kilátás.